Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Isten népe, ébresztő! Remélem felébredtetek. Egyszer egy táborban voltunk, és az egyik fiatalember volt a csendőr. Ő mindig, minden táborban a csendőrünk, az egyik főcsendőrünk, és bekopogtatott az ablakokon, az ajtókon, és azt mondta, Isten felkel, ti is keljetek! Úgyhogy nagyon nevettünk már ott reggel, és így kívánok nektek most Isten népe ébresztőt, amikor táborokban vagyunk, sófárokkal keltenek minket, meg dörömbölnek az ajtajainkon, hogy felkeljünk ima reggelre. Hiszem, hogy te is fel tudtál kelni az ima reggelre, hogyha a gyülekezetnek a tagja vagy, és ha pedig nem, akkor tudtál imádkozni, és a te csendes kamrádba bemenni. Azt mondja a Máté 6, hogy amikor te imádkozol, menj be a te belső szobádba, és aki ott van, megfizet neked nyilván, és a te atyád már vár rád, és megfizet neked nyilván. Tehát amikor te imádkozol, menj be a te belső szobádba, zárd be az ajtót, zárd ki mindent, és figyelj a te atyádra. A te atyád megérdemli a 100%-os fókuszodat, a 100%-os idődet, ami minőségi idő legyen vele a királlyal. A mai rapszódi címe Szárnyalj magasra. Jeremiás 17:7-8. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökerét. Milyen érdekes, hogy a folyó felé bocsátja a gyökerét. Ezért fontos, hogy tudatában legyél a mennyei folyónak, és hogy ne egy kiszáradt területen legyél, hanem ott, ahol a mennyei folyónak ezen körforgása van. És nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, tehát nem fogsz félni, ha ebből a folyóból táplálkozol, hogyha a körülmények nem megfelelőek, és problémákat okoznak a körülmények, nem fogsz félni a hűségtől és a negatív körülményektől. És levele zöld marad, és száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Halleluja! Úgyhogy ilyen leszel, hogy a szárazság idején, tudjátok, például a pandémia idején Isten kegyelméből többet dolgoztunk, mint valaha. Ezt nagyon komolyan mondom nektek. És több gyülekezeti tag jött, egy nagyon nagy fellendülés történt. Tele voltak az alkalmaink, és egy gyümölcsözés jött, mert az igaz, akinek a fája ebből a folyóból táplálkozik, nagyon nagy lesz a gyümölcsözése annak az igaznak. Tehát a gyümölcsözéstől nem fogsz megszűnni. Amikor valaki azt mondja neked, most olyan drágák a dolgok, az árak emelkedtek, mosolyogj és mondd, magasabbra jutottam, mint az árak. Túlléptem az inflációt. Mindig ez legyen a mentalitásod. Tapasztalatból már tudjuk, hogy az árucikkek és az alapanyagok árai egyre magasabbak. Mindig az volt a panasz, hogy a dolgok egyre drágábbak. Szóval, ha újra megtörténik, miért érdekel? Ne hagyj, hogy fusztráljon, mert te Ábrahám magva vagy, a te életed más. Tudtad, hogy Ábrahám magva vagy, és Ábrahám minden helyzetben gyümölcsözött és virágzott a szárazság idején. Mikor Ábrahám is Lót, földet kellett, hogy válasszon, Lót választott először. Egy olyan földet, aminek a hírneve jó volt.
És Ábrahám ment a másik irányba, és mégis Ábrahám lett áldott, és Ábrahám lett prosperáló. Mert nem attól függ a körülményed, hogy mennyi a fizetésed. Krisz pásztor azt mondta, ha abból számolod ki az értéked, amennyi a bankszámládon van, akkor nagyon nagy bajba vagy. Nem a pénzed határozza meg az értékedet, sem a fizikait, sem a szellemit. Krisz pásztornak van egy olyan mondás, hogy a pénz szellemi, és oda folyik be, ahova Isten akarja. Halleluja! A Bibliából rájöttem, hogy Isten népe mindig szárnyalt a nehéz időkben. Izsák virágzott a rendkívül kemény gazdasági körülmények közepette. Ne aggódj, ha mennem, emeld magasabbra a színvonalat. Szárnyalj magasabbra, mint a világi piac erői. Hagyd, hogy elméd túlszárnyaljon azon az országon, ahol élsz. Gondolj arra, hogy milyen nagy Isten, milyen tervei vannak veled, és mit képes tenni rajtad keresztül. A sötétben fényesebben ragyogunk, amikor minden világos, nem minden fény észrevehető. Azonban, amikor sötét van, még a leghalványabb világost is észrevesszük. Minden fény világít a sötétben. A Biblia így szól, bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Így szól a Biblia. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Javukra szolgál azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Amikor az infláció az egekbe szökik, és a nyersanyagok ára emelkedik, ne sírj és ne panaszkodj. Ez csak lehetőségeket teremt számodra, mert a hit által megkapod a pénzt, amire szükséged van. A jóléted nem azon múlik, hogy vállalkozásod mennyit fizet neked, vagy éppen az országodban elérhető lehetőségeken. A virágzásod attól függ, hogy ki vagy, Isten örököse és Krisztus örökös társa. Gondolj bele, hogy minden, ami az Istené, az a tied. Azt mondja ez ige, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Amivel Isten rendelkezik, a menny minden gazdagsága elérhetővé vált számodra. És te elsősorban szellem vagy, és ebből a szellemből, ennek a szellemnek ez reprezentálódik az életedbe. És ez nyilvánul meg. Az leszel fizikailag, aki szellemben vagy először. Mert a kisebb a nagyobban van impartálva. Tehát a kisebb az a test és a lelki énünk impartálva van a szellemi énünkbe. A szellemi énünk az igazi énünk. Akik szellemben vagyunk, az fog megnyilvánulni a fizikai és a lelki világunkban is. Hogyha szellemben egészségesek vagyunk, és az egészség üzenetét megragadtuk, ez a fizikai testünkben meg fog nyilvánulni. Ha a lelkünkben a szellem gyümölcsei, hogyha a szellemünkben a szellem gyümölcsei megnyilvánulnak, akkor ez kihatással lesz a lelkünkben, és megnyilvánul a szeretet, az öröm, a békesség, a szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény, a Galata 5.22 mondja. Tehát megnyilvánulnak, lelki és testi területen reprezentálódnak azok, amik a szellemedbe lettek impartálva. És mondjátok utánam az imát, drága atyám, megerősítem, hogy kiemelkedően élek az infláció és a pénzügyi bizonytalanság felett. A te ígéd felhatalmaz engem arra, hogy a külső körülményektől függetlenül virágozzak, mert te vagy az igazi forrásom. Nem vagyok nemzetem gazdaságának áldozata. Azok közé tartozom, akik lehetőséget teremtenek másoknak. Már legyőztem a világot és a rendszereit. Ezért uralkodom az életben, Jézus nevében. Amen. Halleluja.
uralkodsz és kormányzol a világ körülményei felett. Ma sem felejtsd, hogy ki vagy Krisztusban. Nagyon örülök, hogy velem tartottál. Gyönyörű áldott napot kívánok. Isten áldjon meg téged. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztünk!